2010-ben az Egri Főegyházmegyéből indult, mára már országossá vált a Katolikus Karitász nagybőti élelmiszergyűjtő programja, melyet idén is meghirdetett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Ez az akció, ez igazából az ősegyháznak a régi szokását és a középkornak a hagyományát eleveníti fel. Az elmúlt esztendőben sajnálatos módon épp amikor meghirdettük ezt a gyűjtést, akkor jött a Maradj Otthon program, és idén sajnos 2021-ben, például itt az Egri Főegyház megyében is, amint meghirdettük, a templomainkat sajnos be kellett zárni a nyilvános istentisztelettől, de hála Istennek úgy tapasztalom a visszajelzésekből, hogy a hívek ennek ellenére is nagy lelkűen és sokat adományoztak, amit nagy szeretettel és hálásan köszönünk. A segélyakcióhoz az ország szinte valamennyi településén csatlakoztak a jószándékú emberek, számos helyről a központ segítségét kérik az adományok szétosztásában. Cibere Zsolt plébániai kormányzó 3 egyházközség adományával érkezett az Egri központba. Engem személy szerint nagyon boldoggá és hálássá tesz, hogy így a járványügyi helyzetnek a harmadik szakaszára is az emberekből azért nem veszett ki sem a segíteni akarás, sem az odafordulásnak az igénye meg a készsége. A felajánlásokon kívül a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal támogathatják a Katolikus Karitász tevékenységét. Az élelmiszercsomagokat húsvétig juttatják el a rászoruló családokhoz.